Szia! Tornázzunk egy picit. Csak 15 percet, oké? Nem baj, ha nem vagy fodrász. Tudod, ez a program másnak is jó, de fodrászoknak különösen jó lesz. Úgy állítottam össze. Az elején még ülhetsz is. Nyújtózz a törzseddel, tedd a válladra a kezed, domboríts kilégzéssel, és érintsd össze a könyököd. Belégzéssel homorítsd, és húzd hátra a könyököd. Kilégzéssel domboríts. Belégzéssel homoríts. Gyere még hármat. Még kettőt. És még egyet. Nagyon jó. Engedd le a karjaidat, és körözz a nyakaddal, fejeddel egyet, erre egyet, arra. Nagyon komoly fizikai munkát végeznek ugye a fodrászok. Nem kell mondanom. Álló munka. Féloldalas. Megállítjuk majd a fejünket középen, és elhagyjuk az ülőhelyünket. Gyere, told odébb a bútort. Most nem kell egyensúlyozni, hanem a két lábadon állva, nyújtózva, mondjuk valamelyik cipőorrával érinted a talajt, és a bokáddal köröz. Kezdjük ezzel. Így van. Hogy mégis bemelegedjünk. Ez a bemelegítés. Visszafelé is. Négyet, hármat, kettőt, egyet. Lábtartás csere. Cipőórával érintsd a talajt, körözz a bokáddal. Négyet, hármat, kettőt, egyet és visszafelé. Négyet, hármat, kettőt, egyet. Ez az. Egyébként én fodrász szerettem volna lenni kiskoromban. Egész fiatal koromig. Emeld a két sarkad, aztán egy picit gugolj, de csak picit, majd nyújtóz, emeld a sarkad, és süllyedj. 14 éves koromban még eltökélt szándékom volt, hogy fodrász legyek, és a mai napig vonz ez a kreatív szakma. Gyere még kétszer, emelkedünk, süllyedünk. Jó, az, hogy a fiaimnak én vágtam a haját, amikor gyerekek voltak, az már nagyon rég volt. Jól van. Jobb térdel rajzolj egy hatalmas kört, bentről kifelé, majd a ballal. Bentről kifelé. Így van. Jobbal. Ballal. Jobbal. Ballal. Nagyon jó, most visszafelé. Ez már egy kicsit egyensúlyozós gyakorlat. Balról, vagy bocsánat, jobbal kívülről befelé. Ballal kívülről befelé. Jobbal. Ballal. Na, még egy pár. Ez az, meg vagyunk. Na most nagyot nyújtózunk, és mélyebbre gugolunk, süllyedünk. Nyújtózunk, süllyedünk, nyújtózunk, süllyedünk. Egyenes törzsel. Na, még hármat. Kettőt. Egyet. Nagyon jó, megállunk fönt, a sarkadat már ne emeld el, karok magas tartásba, jobb hátra, bal előre, fönt találkoznak és vissza. Jobb előre, bal hátra. Most a törzs még mozdulatlan. Egyik kar előre, másik kar hátra. Két térdedet egy picit hajlítsd be, és engedd, hogy elhúzzanak a karok, amerre ugye egy kis lendületet adva neki, a törzset elfordítják, hagyd, hogy elfordítsák a törzsedet. Viszont a medencéd és a két lábad legyen mozdulatlan, csak a törzs fordul. Négyet, hármat, kettőt, egyet. Nagyon jó, tedd a válladra a kezed, szélesebb terpezbe lépj ki. Jobb térdedet hajlítsd, és figyelj, hogy kifelé menjen a térd. Közép, bal térdedet hajlítsd, és közép. Elég nagy legyen a terpesz ahhoz, hogy ne előzze meg a térded a lábujjak vonalát. Feszes farizmok, feszes hasizmok, ugye ezt már ezerszer mondtam, de most hallod először, szorítsd össze a feneked, húzd be a köldököd. Jól bemelegítjük ezzel a csípőt is. Amelyik lábadat
kinyújtod, abba az irányba hajlítsd a törzsed. A nyújtott láb fölé hajlítsd a törzsed. Ez az. És így már a törzs fordítás után van egy törzs hajlításunk is. Nem kell mélyre menni. Amennyire jól esik, még nyújtózhatsz is a fölül levő karra. Így van. Négyet. Hármat. Kettőt. Egyet. Nagyon jó. Nyújtózunk a karokkal, lábakkal. Ellentétes kéz az ellentétes lábhoz. Bal kéz a jobb lábhoz. Törzsdöntéssel, törzsfordítással. Közép, csere. Jobb kéz a bal lábhoz. Közép, bal kéz a jobb lábhoz. Közép, jobb kéz a bal lábhoz. Még két pár. Még egy pár. Nagyon jó, ezzel meg vagyunk. Hajlítsd be a két térdet, közelítheted is a lábakat, domboríts ki légzéssel. Nyújtsd a törzset be légzéssel. Domboríts. Nyújtsd a törzsed. Na, még egyet. Tartsd meg egyenesen. Szép, széles a mellkas, hosszú a nyak, egyenes a törzs, köldöködet behúzod. Jobbra fordítsd a törzsed, nézd meg a lámpát. Közép, balra. Tehát a nyakadat is fordítani kell. Nem csak a törzsedet, de közben nyújtózni is kell vele. Na, még egy pár. Azt gondolom, hogy ez bemelegítésnek megteszi. Gyere vissza középre, közelítsd a lábakat, jön egy elég extra guggolós gyakorlat. Én szivacs nélkül is meg tudom csinálni, de azért mutatom szivacsal, hogy legyél bátor, ha a térdelésnél az segít, hogy puhára térdelsz, akkor legyen valami puha alattad. Nyújtóz, zártállás, feszes hasizmok, feszes farizmok, jobb lábbal lépj hátra, tedd le a jobb térded, ballal zárj, jobbal előre, és visszaállásba. Gyere még hétszer. Jobb hátra, bal hátra. Jobb előre, bal előre. Lehet csípőn is a kéz, hogyha úgy jobb. Bal előre, bocsánat, bal előre. Még ötször. Lehet, hogy csak négyszer. Jobb hátra, bal hátra. Jobb előre, bal előre. Jobb hátra, bal hátra. Jobb előre. Bal előre, na még kettőt. Így van. És még egy. Meg fogjuk csinálni a másik oldalon is 8-szor, de most döntsd a törzsed, vigyázz, hogy ne legyen se homorú, se domború. A bal combodon támaszkodj, jobb lábadat vidd hátra, nyújtsd a törzsed, nyújtsd ki a jobb karod magas tartásba, emeld és engedd le. A lábat is és a kart is emeljük, a lábat a talajtól, a kart pedig a fülvonalától. Na, gyere még, tizet. Így van, feszes hasizmok, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ez az. Nagyon jó, domborítva egy picit meg tudod nyújtani a hátizmokat. És most megcsináljuk ezt a két gyakorlatot a másik oldalra. Megfordulok. Nyújtóz a törzseddel. Bal láb hátra. Jobb követi. Bal előre. És vissza állásba. Bal hátra. Jobb hátra. Bal előre. Jobb előre. Hatot még. Még ötöt, bal hátra, jobb hátra, bal előre, jobb előre. Négyet, még hármat, még kettőt, és van még egy kicsit egyensúlygyakorlat is. Hoppá!
hoppá, ki ne lépjek a képből. Ez az. Jöhet a bal láb emelés hátra. Combodra támaszkodj, bal láb hátul, bal kar a fül mellett, egyenes gerinc. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, köldöködet húz be, 8, tartóláb legyen hajlítva, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ez az, nyújtsd meg a hátizmokat domborítva. Ez az. Megyünk le a talajra. Hát akár maradhat is a szivacs. Egy icike-picike tolóckodás. A tenyereden támaszkodj. Aha, meg vagyok. Emeld el a feneked a talajtól. Karhajlítás. 15. 14. 13. 12. 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És amire szerintem a fotelászoknak nagy szükségünk van, hogy egy kicsit a hátukra feküdjenek, mert ők nagyon sokat állnak. Ahogy most elemeled a csípődet a talajtól, ezzel mindjárt nyújtod is az előlevő izmokat, amik sokat dolgoznak, és hogyha leengeded a karjaidat, meg tudsz támaszkodni rajtuk. Rögzítsd a medencédet vízszintesen, váltott lábemelés a feladat, és hogyha egy picit nehezíteni akarsz rajta, akkor távolítsd a lábakat, ne függőlegesek legyenek a lábszárak, hanem egy kicsit messzebb lépj vele, messzebb támaszkodj meg a két talpadon. Váltott lábemelés, medencét törzsed mozdulatlan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és mi lenne még jó, hogyha két lábunkat is megtarthatnánk fönt, az utolsó gyakorlat, a nyújtás előtt. Egy kis hasizom gyakorlat, de ebben igazán az a kincs, hogy a két lábunk megemelve, függőlegesen a vérkeringés meg a szív munkáját is nagyon segíti ez a fordított testhelyzet. Érd el a kezeddel a lábadat, gördülj föl, derekadat szorítsd le a talajra, fenekedet szorítsd össze. Ugye ez az alapszabály. Na gyere még! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és pihi. Egy picit nyújtózkodunk. Nyújtózz a jobb oldaladdal. Jobb kar, jobb láb, törzs jobb fele. Bal kar, bal láb, törzs bal fele. És mindennel nyújtózz. Hajlítsd be a két térdet. Emeld fel az egyik lábad, nyújtsd ki fönt, feszítsd vissza a lábfejed. Vádlid és comb hátsó része is megnyúlik. Nyújtsd ki a talajon levő lábad. Állásban nagyon sokat dolgozik ez a rész, ezért sokat kell nyújtani. Lábtartás csere. És ha már jól kinyújtottad, meg visszafeszítetted, és nem is tudod közelebb hozni már a törzshöz, akkor nyújtsd ki a talajon levő lábadat. Érzed, hogy húzódik hátul? Nagyon jó. Fordulj ki oldalra, gördülj föl, feszítő oldalt nyújtjuk meg, meg a csípő hajlító izmokat.
sarkadat húzd a fenekedhez és hátra a combot, közben ugye a mellizmokat is nyújtod, ha hátra húzod a vállaidat. Így van, meg a másik oldal. És veszünk három nagy levegőt. Törökülés vagy bármilyen kényelmes lábtartás. Nyújtóz, jobbra engedd le a fejed, tedd rá jobb kezed. És közép. Nyújtóz, balra engedd le a fejed. Jobb oldalon érisd meg a talajt. És közép. Nyújtóz, maradj szép hosszú, de a levegőt kifújhatod, megérkeztünk. Váljék kedves egészségünkre a torna. Ez szép munka volt, és 15 perc alatt végül is átmozgattuk a testünket. Egészségedre, gyere legközelebb is. Várlak egy vadi új programmal.